Köszöntöm nézőinket, Önök helyben vagyunk című térségi adásunkat látják február 18-án csütörtökön. Tartsanak velünk! Mesélő tárgyak rovatunkban ezúttal a Hévízen élt és alkotott Molnár Jenő képzőművész hagyatékát mutatja be nekünk Herman Katalin, a Művelődési Központ igazgatója. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket Hévízen a Belvárosi Múzeumban, ahol talán kevesen tudják, de őrzünk egy viszonylag jelentős hagyatékot, és ez a hagyaték pedig nem mástól, mint Molnár Jenőtől származik, aki élete utolsó éveiben Hévízen élt és alkotott, és rendkívül termékeny művész volt, és tőle választottam a mai napra egy tárgyat, amelyről egy kicsit bővebben beszélünk, illetve hát más alkotásait is, mint ahogyan ez itt látható. Ez bizonyára minden hévízi szívét megdobogtatja, ez a picike kis plasztika, hiszen ez volt az egyik variációja annak, amely jelenleg a Hévízi tófürdő bejáratával szemben áll, és a Hévízi tó tündére címet viseli. De nézzük meg először, hogy ki is volt Molnár Jenő. Molnár Jenő éppen 100 éve, 1921-ben született. Tanulmányait Budapesten végezte, pontosabban Újpesten egy faipari, fa- és fémipari szobrászati főiskolán. Itt elsősorban faszobrokat készített rajz után, és a főiskola elvégzése után nem sokkal a frontra került 1942-ben, majd különböző iparvállalatok megbízására készített elsősorban propagandaképeket, így Sztálin, Lenin, Rákosi portrék festésével volt megbízva. Egészen 1970-es évekig, amikor is az iparművészeti vállalathoz került, majd később onnan a művészeti alapnak volt egy szobrászati kivitelező vállalata, aminek ő lett a művészeti vezetője. Na de mi is volt ez a kivitelező vállalat? Ez azt jelentette, hogy egy szobrászművész elkészített egy szoborvázlatot, nagyobb vagy kisebb méretben, mint mondjuk ez a Petőfi, itt látható, vagy itt egy kisebb Petőfi, és ezt, amikor egy-egy város vagy egy vállalat megvásárolta, hiszen abban az időben nyilván ez egészen máshogy zajlott, akkor elkerült ez az alkotás, a makett elkerült ehhez a képzőművészeti kivitelező vállalathoz, és ott a kívánt méretben kifaragták, illetve elkészítették a bronzöntéshez használatos makettjét. Na hát ennek volt ő a vezetője, tehát nyilván ezt egy magasan kvalifikált művészre lehetett csak rábízni ezt a feladatot, hogy ezt a viszonylag nagyon komoly, hiszen az ország egyik legfontosabb ilyen jellegű intézménye volt, hogy ezt valakire rábízzák. Később az 1980-as években Herendre került, és ott pedig mintakészítő volt. Ez egy teljesen más jellegű feladatot kapott, ugyanis barokk idilleket kellett megmintáznia, és amikor itt a múzeumban volt egy herendi kiállítás, akkor néhány általa készített szobrocskát, herendi szobrot el is hoztak a mintatárból, és lehetett látni, hogy ezek egyébként nagyon nagy gonddal megalkotott, nagyon szép formavilágú alkotások voltak. Tehát elmondhatjuk róla, hogy egészen különböző stílusokban volt képes alkotni, ami egyébként nem mindenkire jellemző, tehát nyilván volt egy nagyon nagy mesterségbeli tudása, és
és nem csak egy-egy manírt vett magára, és akkor minden alkotása abban a stílusban született meg. Molnár Jenő 1993-ban kapta a megrendelést jelenleg a Tófürdő előtt álló Tótündére című nőalak megmintázására, amely hát nyilvánvalóan, ahogy szokása is volt, többféle változatban készült el. Itt jelenleg a múzeumban nekünk ez a variáció van meg, mint kisplasztika. Itt látható a nőalak fedetlen keblekkel, a bal keze alatt a Tófürdő előtt álló képzeletbeli lényjel, míg a másik oldalon a kezét a Hévízváros címerén nyugtatja. Eznek a lábtartása azonban más, mint a végül megvalósult alkotásnak, és itt körülötte egy kisebb szökőkutat képzelt el a művész, amelyben tavirózsa levelek és virágok helyezkedtek el, de ez a megvalósult alkotás végül nem így nézett ki. A figurát elhelyezték a Tófürdő bejáratánál, és azóta is az egyik legikonikusabb szobra a városnak. Nem csak Molnár Jenőre, de más művészekre is jellemző, hogy egy-egy alkotásról többféle változatot készítenek, és ezeket aztán különböző technikával teszik látványossá. Ugye látjuk, hogy ez egy gipsz talapzaton nyugszik ez az alkotás, amelyre gipszből faragott ki egy alapot, illetve a figurát, de ezt egy ilyen méhviaszos agyaggal vette körbe, azzal egészítette ki, és azzal toldotta meg, vagy alakította át az alkotást, és attól, hogy nyilvánvalóan jobban el tudjuk képzelni, hogy milyen lesz ez majd egy eredeti méretben, ezért ezzel a bronzírozó anyaggal bekente a figurát. Hát ez a variáció, ez egy kicsit talán erotikusabb, mint ami végül megvalósult, és ott áll azóta is a Tófürdő bejáratánál. Itt a talapzaton olvasható egyébként egy Hévíz felirat is a címer alatt. Molnár Jenő idős korában rengeteg alkotást készített Hévíz számára, azonban ezek nem csak szobrok voltak, hanem rengeteg plasztika is készült. Itt ezekből láthatunk az asztalon néhányat, például a Csokonai Irodalmi és Művészeti Társaság emlékplakettjét is ő készítette, de dr. Moll Károlyról készített emlékplakátot, Széchenyi Istvánról, és volt egy nagyon kedves szokása Molnár Jenőnek, ha megismerkedett valakivel, akinek is szimpatikus volt, vagy kedves volt, akkor készített róla egy plakettet, és egy ilyen kis felirattal köré írta, hogy kedves kórházi szobatársamnak, vagy kedves barátomnak, Kovács Jánosnak emlékül, és ezt ajándékba átadta annak, akiről ez a plakett készült. Tehát látható, hogy ő egy nagyon kedves és nagyon jó lelkű ember volt, nem csak kitűnő művész, és hát akik ismerték, és itt Hévízen találkoztak vele, mindenki szeretettel emlékszik rá. 2001-ben bekövetkezett haláláig volt városunk lakója. Köszönöm, hogy meghallgattak. Talentum pódium rovatunkban ma egy első osztályos hévízi kisdiák, Pál Jázmin mutatkozik be Bartos Erika Gyerekszoba című versével.
Gyerekszoba, gyerekszoba, rendetlen az összes zuga, rumli van a puha ágyban, íróasztal fiókjában, rumli van a földön, polcon, nagy fotelban, kis komódon, rumli van a piros széken, kék szőnyegen, zöld szekrényben, rendetlen a ruhás fiók, trikó, zokni, mind-mind kilóg. Rumli van a babaházban, játéktartó ládikában, rumli van a kis ágy alatt, a sok kocsi szerte szaladt, elgurultak ide-oda, nem lesz itt rend soha, soha. Folytatva Bookline című rovatunkat, a következő percekben Szabados Rudolf könyvtárvezető ajánl olvasnivalót a nagy hévízi olvasás kihívás témakörei közül szemezgetve. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket itt a Festetés György Művelődési Központ Városi Könyvtárában. A heti könyvajánlón következik. Mai alkalommal a korábban meghirdetett Hévízi Könyvtár nagy olvasási kihívásának a pontjaiból szemezgettem. Ugye itt 50 pont van felsorolva, amelyek egy-egy szempontot tükröznek. És én ebből válogattam hármat erre az alkalomra. Az első pont, amit kinéztem, a 27-es, ami egy könyv, aminek a címében egy szín szerepel. Hát az én választásom Kate Forneyből a Fehér gyöngy című regényére esett. Maga az írónő nagyon-nagyon kedvelt könyvtárunkban, számos kötete a polcon van. A írónőről azt kell tudni, hogy Walesben született, ugye angol édesapa és orosz édesanya. Oroszországban, Kínában és Indiában töltötte a gyerekkorát. Na most ez nagy hatással volt később két úgymond írói stílusára. Számos regényébe visszaköszönnek ezek a helyszínek. Tehát jellemző, hogy inkább ilyen romantikával átitatott történelmi regényeket ír. Ez a regénye 1941-ben játszódik Malajziában. Lényege, hogy egy gazdag ültetvény tulajdonos feleségről szól, Constance Haley-ről, aki látszólag kényelmes életet élt, de nagyon unja ezt a fajta életvitelt, és ugye közben a házassága is válságba sodródik, és ugyanakkor képbe jön a japán invázió, amely tulajdonképpen teljesen megváltoztatja az életét. Mikor elkezdődnek a bombázások, akkor úgy határoz, hogy Szingapúrba menekül a család hajóján, a Fehér gyöngy fedélzetén. Most ez egy eléggé kockázatos út, hajós út, tulajdonképpen ezt írja le ez a regény, amely a Times-ot idézve remekül megírt elsöprő erejű regény, kivételes kikapcsolódás nagyszerűen mutatja be a gyarmatokon élő angolok életét és a japán megszállást követő megváltozott világ látványát, atmoszféráját. A Mary Claire is méltatja, lenyűgöző történet és érdekes karakterek. A könyv az elejétől a végéig fenntartja az olvasó érdeklődését. Tehát a 27-es pont alapján, tehát mindenkinek ajánlom, aki egy kicsit háborús hangulatú, de mégis romantikával fűszerezett regényt szeretne olvasni. A ezt követő 28-as pont ókorban játszódó kötet. Hát én megmondom őszintén, egyből Mika Waltari
volt, jutott velem szembe a könyvespolcon. Neki is a Sinuhe című kötetét szeretném ajánlani, ami az ókori Egyiptomba vezeti el az olvasót. Sinuhe tulajdonképpen a fáraó barátja és ugyanakkor orvosa is, és ő a saját szemszögéből meséli el az életet az ókori Egyiptomban, a saját élettörténetét meséli el, a fényűzés és a nyomor kettősségét a birodalomban, és tulajdonképpen nagyon szépen vezeti le, hogy egy ellenséges és értetlen világban ő akkor is az igazságot akarja szolgálni. Én mindenkinek ajánlom, aki egy nagyon-nagyon szépen megértő ókori történelmi regényt szeretne olvasni. Valtariról egyébként azt kell tudni, 1908. szeptemberében született Finnországot, ez egy finn íróról van szó. Nagyon széles a publikációs skálája, listája. Regényeket írt, verseket írt, novellákat, meséket, színdarabokat, sőt, forgatókönyvekkel is foglalkozott. Ugyanakkor készített propagandaanyagot, ismertetőket, útleírásokat, és rajzfilmeknél is segítkezett. Tehát egy nagyon sokszínű íróról van szó, aki ugyanakkor zseniális történelmi regényeket írt. És az utolsó, pedig hát egy második világháború alatt játszódó regény. Ugye a két Fúrnival is ott játszódott, de ez kifejezetten második világháborús Douglas Scott regénye, aki 1926-ban született amerikai író, és a 80-as években jelentek meg igen jelentős regényei. Jellemző rá ugye a második világháború és a világháború utáni Európa mint helyszín, de nagyon, tehát több regényében a hajózás, a tengeri csaták, illetve tengeri kalandok köszönnek vissza, mint ebben a regényében is. Itt 1942. januárja is Szingapúr. A japán hadsereg ugye Szingapúr kapuit döngeti, és Robert Ross nevű teherhajó kapitány azt a feladatot kapja, hogy menekítsen ki néhány magasrangú hivatalnokot a szigetről. És hát mellé csapódik két ausztrál katona, egy újságíró, egy misszionárius nő és egy gyermek, és ez a kis csapat felkerekedik, és hát megpróbálnak átjutni a japán haditengerészet blokkádján. Ez sikerül nekik, azonban a hajó hát kifogy az üzemanyagból, és kénytelenek meghúzni magukat egy lakatlan szigeten. Ezt a szigetet viszont kiszemelte magának a japán hadvezetés. Többet nem mondanék, innentől kezdődnek az izgalmak. Tehát aki egy izgalmas második világháborús regényt szeretne, annak ajánlom ezt a kötetet. Idén az online térbe szorult a Nagykanizsai Országos Funk Fesztivál. Az eseményt hétvégén tartották. A szervezők már hetekkel korábban megkezdték például a különböző kis videók elkészítését. A rendhagyó program apropóján mi is meglátogattuk Bogatin Sándornét, aki egyik résztvevője minden évben a Funk Fesztiválnak. Ő oszt most meg velünk egy-egy tippet a funk sütés folyamatáról. Édesanyámtól tanultam a fánksütést, mert ez egy hagyomány volt, nem csak farsangkor, hanem karácsonykor is. Ugyanis karácsonykor vagy újévkor befelé hozza a gurulós tészta a szerencsét, úgyhogy újévkor is ütöttünk, de főleg farsangkor.
És a jó fánknak a titka a meleg hely, mint ahogy most itt is van, a jó alapanyag és szívvel-lélekkel kell csinálni. Tehát amit teszünk, a szívvel-léleket tegyük. Összeállítani úgy kell, először is megmelegítjük a tejet, beletesszük a cukrot és belerakjuk az élesztőt kelni. Majd megszitáljuk a lisztet, és utána adagoljuk hozzá az alapanyagokat, a tojást, aztán a citromhéjat, aztán a sót, olajat, margarint, és ezt jól kidolgozzuk, és akkor abból készül, meleg helyre tesszük, és abból készül a nagyon finom fánk. Nem kell kemény, nem kell light tésztát készíteni, egy közepes lágyságú tésztát kell készíteni, ami által könnyű legyen a tészta, és a könnyedség által hamar pillanatok alatt sül meg a fánk, ugyanis egy percig sül az egyik fele, utána levesszük a fedőt, aztán sül tovább a másik felén. A dagasztásnál ott lehet, hogy vagy nagyon kemény, vagy nagyon lágy. És a kidagasztás az nem egy utolsó szempont, ami azt jelenti, mindaddig kell ezt dagasztani, amíg a régi öreg mondta, mint a kenyérsütésnél, míg a plafonról nem csöpög a víz, a plafon az a homlokunk. Na most elkészült a tésztánk, most meleg helyre helyezzük, hogy duplájára keljen, ezt a régi idősek úgy szokták, hogy az ágy tetejére, a dunnába beletették, ugye a toll meleg, hiszen tudjuk a kabátokról is, és abba keresztették meg. A szaggatónkat lisztbe mártjuk, és úgy nekiállunk szaggatni. És úgy rakjuk sorba, és ahogy az elsőt kiszaggattuk, azzal kezdünk sütni. Akkor most megkelt a tésztánk, és nekiállunk sütni. Az elsőt, amit először kiszaggattuk, azt tesszük bele az olajba, ami felül volt, az lesz alul az olajba, és fedővel sütjük. Úgy, ez most szép világosra sül. Sajnos az idén a Fánk Fesztivál csak online látható, de mi igyekszünk így is eleget tenni, megpróbálunk mindent elkövetni azért, hogy ez a fánkfesztivál továbbra is fennmaradjon, ugyanis a 13. országos fánkfesztivál tavaly 12. volt, ahol 1200 ember egyszerre tartotta magasba a fánkját, és ezt szeretnénk továbbvinni. Online-ban mindenki megnézheti, családot össze lehet hívni, de készül az őszi rózsa ugyanúgy, mint minden évben. Az első időtől kezdve minden alkalommal ott vagyunk, szeretünk oda járni, mert nekünk ez egy élvezet. A következőkben egy tavaly nyári összeállításunkat elevenítünk fel. A zalaszabari Zobori Élményparkba látogattunk el, ahol a tulajdonosok nagyszabású karitatív tevékenységet is végeznek több mint 10 éve. Élményterápiás táboraik ma már sokrétűek, az önkénteseknek és a támogatóknak is köszönhetően egyre több gyermeket tudnak fogadni évről évre. Ott jártunkkor például Erzsébet táborozók mulatták az időt a kalandparkban. A zalaszabari Zobori Élményparkba látogattunk el, ahol az év minden napján a jókedvé és a szórakozásé a főszerep. A kalandparkban 2009 óta működnek térítésmentes gyermektáborok a tulajdonos házaspárnak és az önkénteseknek köszönhetően. A történet az 11 évvel ezelőtt kezdődött, amikor a feleségemmel közösen úgy gondoltuk, hogy nyitunk egy olyan gyermekparkot, ahol egy táborral kezdenénk, és a táborban olyan gyerekeket hívunk meg, akik jó tanulók, jó magaviseletűek, de valamilyen anyagi nehézségek miatt nem tehetik meg, hogy táboroztassák őket. És mi ezt elindítottuk, ezt a tábort akkor még Csapiban, aztán rá 2-3 évre egyszer csak kiültünk ide egy ilyen késő délután, és megláttuk ezt a csodálatos helyet, a csodálatos környezetet, és igazán azt gondoltuk, hogy akkor ezt a tábort fogjuk ide
ide felköltöztetni. Ez 2012-13-ban sikerült is, és azóta már a holnapocska tábor maga itt került megvalósításra, és aztán a táborozó gyerekek mondták, hogy nagyon jó, meg örülünk, hogy látjuk a Kis-Balaton, meg a Nagy-Balaton, meg szuper, de ezért kellenének játékok, ahol külön lehet játszani. És akkor először építettünk egy kis játszóteret, mondták, hogy ez nagyon jó, de azért jó lenne egy kötélpálya, akkor építettünk kötélpályát, ez marha jó, de nem tudunk hol focizni, akkor jött a focipálya, és aztán így szépen évről évre kinőtte magát, és ez a kis játszópark egy élménypark alakult át. Ami azért is nagyon fontos, mert hogy azért ugye mivel egyre nagyobb lett a park, egyre több gyermeket hívtunk meg ide térítésmentesen nyaralni, és egyre szélesebbre tártuk azt a kaput, ahol ez lehetőséget adott arra, hogy a gyerekek nyaraljanak, és térítésmentesen nyaraljanak, azért ennek a finanszírozása nagyon komoly, és egyre komolyabb összegeket emésztett fel. Így az élményparkot összekötöttük ezzel, és azt mondtuk, hogy jó legyen élménypark, ahova napközben bejöhetnek térítés ellenében a családok és szórakozhatnak, és nyilván ez innen bevételnek egy részét el tudjuk költeni arra, hogy a gyermekeket pedig térítésmentesen táboroztassuk. Kezdetben tehát hátrányos helyzetű, jó tanuló diákokat fogadtak, majd a gyermekotthonokban és nevelőszülőknél élő gyermekek is jelentkezhettek a térítésmentes táborokba. 2010-ben pedig elindult a Gyógyuló Holnapocska tábor, melynek keretében daganatos betegséggel küzdő gyermekek tölthetnek el egy hetet a parkban kalandterápiás céllal. Egy családi érintettség miatt megismertük, hogy milyen a daganatos gyermekeknek a világa, és akkor azt mondtuk, hogy akkor Magyarország első gyógyuló táborát megcsináljuk. Nem a bátor táborból elvenve bármit, hiszen az volt az első, az volt Magyarországon a formabontó, és az legelső, és ma is azt gondolom, hogy a bátor tábor mindig a number van nekünk is. De egy más típusú, más logikára épülő gyógyuló tábort szerettünk volna csinálni, ami pedig abban különbözött attól, hogy mi összeengedtük ezeket a gyermekeket a kortársaikkal. Hiszen amikor visszamennek majd iskolába, óvodába, amikor újra barátkozni kell, amikor szerelmek szövődnek, akkor vannak olyan konfliktusok, amit mi saját magunk is a családban a beteg gyermekünk miatt átéltük, és azt gondoltuk, hogy egy védett környezetben ugyanezt a konfliktus helyzetet szemléltetve, meg átélve, fel tudjuk őket készíteni, hogy milyen lesz, hogyha visszamennek. Az élmények, a nevetés és az önfelett időtöltés nagy szerepet játszanak a gyógyulásban. Itt garantált az életre szóló élmény. Többféle táborunk van, az egyik és az legfontosabb, amelyik hát tovább is viszi ezt az tulajdonképpen alapgondolatot, ez a Gyógyító Szent Erzsébet tábor kereteiben valósul meg. A Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekeket alapítvány szervezésében és pénzügyi támogatásával teljes egészében támogatja ezt a tábort, valósulhat meg. Mi az ő partner tábora vagyunk, tulajdonképpen a szakmai részt csináljuk, de közösen természetesen a küldő gyógyító intézményekkel. Ezek általában országos gyógyászattal foglalkozó szervezetek. Ez a legfontosabb rész. Ide a szívbeteg gyermekektől, a daganatos gyermekeken keresztül, a lelkisérülteken át a pulmonológiai betegekig most már hála Isten szinte minden betegségcsoport jöhet. Köszönet érte az Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekeket alapítványnak, de emellett számtalan más tábortípust is szervezünk. Például ma ugye építőtábor kiajánló volt, de honvédelmi táborokat is elkezdtünk szervezni, környezetvédelmi táborokat is szervezünk. A Magyar Nemzeti Bank egyik alapítványától határon túli gyerekeknek mutathatjuk be a magyar pénzügyi rendszereket, nyilván gyermekfejjel, de mellette persze egy kicsit játszunk is. Az alamegyei önkormányzat minden évben hív ide gyermekeket, és az ő finanszírozásukba is valósul meg tábor, úgyhogy számtalan típusú, számtalan tematikájú tábor valósul már itt meg, és ami legfontosabb, hogy már vannak családi táboraink is, amelyek nagyon különleges élményt jelentenek. A csodálatos helyszínen elterülő élménypark Magyarország egyik legnagyobb, legdinamikusabban fejlődő és legtöbb attrakcióval rendelkező parkja. Rengeteg itt a szórakozási lehetőség, kül- és beltéren egyaránt. A teljesség igénye nélkül csúszdák, hófánk, kötélpálya, virtuális park várja a kisebb és a nagyobb látogatókat. Nekünk elsősorban a táborozók igényeit kell kialakítani, mert ők azért nagyon kritikusak velünk, és minden tábor végén megírják, hogy mi legyen még és mi nem. Úgyhogy az űrközponttól kezdve itt már mindenféle ötlet volt, de természetesen minden évben fejlesztünk és fejlődni kell. Ugye nagyon fontos, hogy Magyarország egyetlen hullámvasútja itt található, és most egy ejtőgép is, amelyik Európában nem található itt a közelben, csak távolabb, ami 50 méter magasról ejti le a gyerekeket, és ez nyilván minden táborozó, de minden idejövő napi vendég is
élvezi a vizes terünket, sokat bővítettük, hiszen látjuk most is, hogy egy ilyen nagyon izzasztó nap van, de akkor se kelljen elmenni, és akkor is lehessen élvezni egy kis frissítőt, ezért párakapu rendszert építettünk, és számtalan olyan játékot fejlesztettünk és vettünk meg, ami Magyarországon nincs. Komplett VR élményünk van, ami a mozitól az egyszemélyes VR élményen át a VR szabaduló szobákon keresztül minden megtalálható. Nem csak a játékokat tekintve, de a táboroknak helyet adó létesítményben is folyamatosak a fejlesztések. A táborépület modern helyiségekkel szolgálja a gyermekek kényelmét. Ott jártunkkor is épp az Erzsébet tábor egyik turnusa töltött el egy hetet a táborban 50 fővel, ők zalaegerszegi koraszülött gyermekek. Az Erzsébet program keretében nyár folyamán gyógyuló Erzsébet táborokat tartunk itt a gyerekeknek, különféle betegségcsoportból érkeznek, és igazából a program célja, meg a tábor célja az, hogy egy kicsit elfeledtessék a betegségeket, a gondokat, a bajokat, és itt igazából a 6 nap alatt szuperül érezzék magukat, és próbáljuk leküzdeni a korlátaikat, a határaikat kiszélesíteni, hogy mindent a saját tempójukba kipróbálhassanak. Ez az alaszabari helyszín miért számít különlegesnek esetleg? Azért, mert gyógyuló táborok az Erzsébet programon belül itt vannak nálunk, és a táj szépsége miatt, a sok játék miatt, és a gyerekek aktivitása miatt számítható annak. Mi a tapasztalat, mik a visszajelzések, ezek a fajta kalandterápiás programok, mi mindenben tudnak segíteni ezeknek a gyermekeknek? Egyrészt a csapatot összekovácsolja, nagyon, nagyon szívesen segítenek egymásnak, nagyon szívesen bátorítják egymást, és figyelnek is egymásra. Figyelnek arra, hogy aki esetleg egy játékot első nap nem mer kipróbálni, akkor azért a második, harmadik nap addig buzdítják egymást, amíg egy picit mindenki bebátorodik, és mondjuk aki első nap nem mer felülni a hullámvasútra, az második, harmadik nap biztosan vagy a csónak csúszdánál nem mer lecsúszni egyedül, akkor addig-addig győzködik egymást, míg mégis sikerül rábeszélni, hogy minden játékot egyszer kipróbáljanak. Mi mindig azt mondjuk a gyerekeknek, amikor ide érkezel, mindent ki kell próbálni. Ha nem első nap, akkor második nap, harmadik nap. Ha egyedül vagy a társaddal nem mered, akkor szólsz egy itt levő felnőttnek, és mi is nagyon szívesen csúszkálunk velük, játszunk velük azért, hogy minél több élményhez juttassuk őket. Vannak külső programjaink is, amik ugye kötöttek, például az alakarosi gyógyfürdő vagy a Balaton, vannak meghívott vendégeink, ami szintén kötött program, bűvész szokott a gyerekekhez érkezni, az az egyik kedvencük, aztán az Ártatlanka zenekar koncertjein, és van egy hősök programunk, amikor a tűzoltóság és a rendőrség tart nagyon érdekes foglalkozásokat a gyerekeknek. Ezen kívül délelőtt délután mindig a parkba töltjük az időnket. Jól érzem magam, és hogy első nap körbe mentünk a parkba, csúszdáztunk, minden este megyünk a csúszdaházba, és az étel is nagyon finom, és tegnap voltunk Zalakaroson, meg nagyon jó itt lenni. Vannak-e itt kedvenc játékaid esetleg? Hát, én nekem a kedvenc játékom a hullámvasút. Meg a vizes csúszdák, a csónak csúszda. Míg a legkisebbek a rekkenő hőségben előszeretettel mulatták az időt a vizes blokkban, addig a nagyobbak a csónak csúszdát részesítették előnyben. Nagy részük már visszatérő vendég Zalaszabarban, az Erzsébet táborban. Nagyon örülök, ez egy számomra mondjuk egy kivételes alkalom. Örülök neki, nagyjából a kalandparkban bármit korlátlanul használhatunk, úgyhogy valójában ez egy nyaralás, úgyhogy én nagyon élvezem. Van-e itt kedvenc játékod? Igen, ott az a magasban, ott az ejtőtorony, az kifejezetten csodálatos, egyszerűen elragadó az a zuhanás. Jól érezzük magunkat, sok program van, és jó a társaság is, én élvezem. Milyen ez a kalandpark, hogy tetszik ki maga ez a környezet? Sokszor voltam, már ismerem a parkot elég jól, én szeretem személy szerint. Barátságokat mennyire lehet itt kötni, mit gondolsz? Nagyon kedves lányok vannak, és én nagyon sok barátságot innen ismertem meg.
A zalaszabari holnapocska táborban a segítőknek és az önkénteseknek is köszönhető az, hogy ma már többféle térítésmentes gyermektábort tudnak szervezni a kalandterápia jegyében. Nyilván mi sehol nem tartanánk, ha nem lenne számtalan segítőnk. Többszintű ez. Első és legfontosabb most a Gyógyító Szent Erzsébet tábor, ami ugye a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány tervezésében és pénzügyi felügyeletével, illetve teljes finanszírozásában valósul meg, de például az önkéntesek térítésmentesen jönnek, a többi tábor esetében részben mi finanszírozzuk, részben pedig, ahogy említettem, mindig van olyan finanszírozó szervezet, amelyik ezt fontosnak tartja. És én azt gondolom, hogy emellett nagyon fontos, hogy a kollégáim, az animátorok, az itt táborszervezők ugyanúgy szívügyüknek érzik azt, hogy itt minél több gyermek tud jönni, és minél több ember érezze azt, és gyermek, hogy itt tök jó lenni. Már túl vagyunk a 6000. táborozón, olyanon, akik térítésmentesen jártak itt nekünk, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, amiért ez az egészet érdemes csinálni. Nagyon sok önkéntesünk valamikor táborozó volt, és amikor az első ilyen, ezelőtt azt hiszem 5 vagy 6 évvel megjelent nálunk, aki 18 éves lett, és egy daganatos kisfiú, és mondta, hogy ő most vissza szeretne jönni önkéntes segítőnek, akkor a feleségem is, én is, és csak sírtunk, mert na, ezért érdemes csinálni. Ma az önkénteseink fele az valamikor egy táborozó volt. Bárki ellátogathat a festői szépségű balatoni panorámás élményparkba, ahol a szórakozás mellett jó célt is szolgálunk. A belépőjegyekből származó bevétel nagy részét az élményterápiás táborokra fordítják a tulajdonosok, olyan karitatív tevékenységet végezve ezzel, mely egyedülállónak számít térségünkben. A hitvallás pedig töretlenül ugyanaz, mint a kezdetekkor. Minden gyermek arcára mosolyt csalni. Hévíz gyászol elhunyt városunk kulturális és társadalmi életének egyik jelentős alakja, Vas Géza író, aki feleségével 1992 óta élt Hévízen. Ez idő alatt vezette a SAK szakosztályt, megírt 8 könyvet, és a közösségépítés jegyében is maradandót alkotott. Tevékenységét a város kétszer is Prokultúra díjjal ismerte el, és 2019-ben helyi értékké is nyilvánították életművét. Tekintsenek most meg egy visszaemlékező összeállítást Géza bácsiról. Én már a köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Városunk gyászol, elveszítette kulturális és társadalmi életének jelentős alakját. Elhunyt Hévízváros kétszeres Prokultúra díjas írója, Vas Géza. Géza bácsi 1926-ban született Budapesten, városunkba feleségével, Katónénivel 1992-ben költöztek. Itt beilleszkedve a város sport és kulturális életébe a SAK szakosztály vezetője volt, létrehozta az ifjúsági tagozatot. Írói tevékenységét 80 esztendősen kezdte meg, számos könyvét bemutatta az elmúlt években. Életében 7 kötetet jelentetett meg, a 8-at a járványhelyzet miatt nyilvánosan már nem tudta bemutatni. Géza bácsi ezen kívül társadalmi szerepvállalásokban is jeleskedett. Mindig volt egy-egy ötlete, melyet a város vezetésének támogatásával rendre meg is valósított. Ilyen volt többek között a szeretet fájának elültetése, vagy annak a történelmi képes krónikának a megálmodása és megalkotása, melyet 2015-ben Budai Mihály festőművésszel karöltve készített el, és később a városnak adományozott. A körkép ma is városunk könyvtárának falát díszíti. Géza bácsi munkásságát 2019-ben helyi értékké is nyilvánították Hévízen, így sokrétű kulturális tevékenysége méltán fennmarad a következő generációknak is. A következő percekben tekintsék meg az elmúlt évek egy-egy összeállítását televíziónk archívumából, mely ízelítőt ad mindabból a tevékenységből, melyet városunkban végzett. Emlékezzünk most ezzel Géza bácsira és munkásságára, melynek értékét Hévízvárosa megőrzi és tovább ápolja. Ez az új kötet lényegében korban, ugyanabban a korban játszódik, mint az előző 4 kötetem, vagyis a háború előtti években. Meg szokták kérdezni, hogy
miért ragaszkodom ezekhez az évekhez, és erre ugyanaz a válaszom. Ezt a kort nőtisztelet jellemezte, és a társasági nyelv szép volt, és ez még tulajdonképpen egy polgári világ volt. Na most a hőseim általában a polgárság körébe tartoznak, és a polgárság árnyékában megélő, feltörekvő kisemberek sorsa is megjelenik a könyveimben. Elsősorban szórakoztatni szeretnék, mégpedig hitelesen. Mit értek hitelesség alatt? Tehát hitelesen visszaadni a kort, hitelesen visszaadni karaktereket. Egyrészt megismertetni a mai olvasóval, hogy volt egy más világ is Magyarországon. Nem mai értelemben vett polgárság volt, az a polgárság már nem jön vissza. Az a második világháborúval eltűnt. Egy nagy kísérletbe fogtam, illetve fogtunk az unokámmal együtt. Történt ugyanis, hogy megszólított egy körülbelül 95-96 éves korú hölgy, és megkérdezte tőlem, hogy fiacskám, megvan-e még a hadnagyszállás? Mondom, kedves hölgyem, én ezt meg nem tudom mondani, mert én nem vagyok törzs hévízi, én csak 20 éve élek Hévízen, és azóta én hadnagyszállásról nem tudok, de majd utána nézek. Tessék holnap újból megkeresni, és akkor meg fogom mondani. Hát valóban utána néztem, és kiderült, hogy a mai kis helikon volt a régi hadnagyszállás, és mint kiderült, a kedves hölgy, aki Amerikából jött haza, és 16 éves korában került el innen, tehát még a háború előtt elkerült Magyarországról. Visszatérve, miért keresd a hadnagyszállás? Mert az első csókot ott kapta. Ez a hadnagyszállás egy olyan panzió volt, ahol délutánonként 5 órai tea volt, és itt lehetett táncolni. Főleg katonatisztek jártak oda. Ennek a találkozásnak az lett az eredménye, hogy most pár évvel később a régi hévízi hangulatok címen egy CD-lemezt adunk ki az unokámmal együtt, aminek a szövegét én írom, vagy írtam, az unokám szerezte hozzá, vagy szerzi hozzá a zenét. Ez valószínűleg karácsony előtt már kapható lesz, nagyon szolid áron. És visszavárni kár, már a zongorista sem zenél talán. Ebből az ünnepi alkalomból kívánok önnek jó egészséget és további boldog éveket, tisztelettel Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, 2016. augusztus 5-e. Magyarország kormánya és Hévíz városának képviseletében Papp Gábor polgármester emléklapban részesítette Vas Gézát 90. születésnapja alkalmából. Géza bácsit a városi könyvtárban köszöntötték, hiszen a falon látható történelmi képes krónika az ő ötlete és finanszírozása alapján valósult meg. Mint a polgármester kiemelte, Géza bácsi a mai napig aktívan részt vesz a város életében. Művészemberként, íróemberként, közösségi emberként mindenre szinte kiterjed a figyelme és a tevékenysége, és idézőjelben jó értelemben jövő használja a város lehetőségeit, hiszen programokon vesz részt, programokhoz hozzájárul, hiszen saját maga is generál programokat. A tavaly átadott körképpel, mely történelmünket mutatja be, Vas Géza bácsi egyértelműen maradandót alkotott Hévízen. A képes krónika mind a helyieknek, mind pedig a városba látogatóknak értéket őriz. Ám ezen kívül is számos elismerésre méltó dolgot tett le az asztalra. Mint mondta, több alkotó korszakára is büszke. Volt egy korszakom, amikor a show műfajban, reklámshow műfajban úgy érzem, alkottam maradandót, aminek két dolog is erősíti. Az egyik a Magyar Reklám Szövetség, illetve a Magyar Reklámért legmagasabb kitüntetést kaptam meg, és
abban az időben példanélkülien, mint reklámszakember a munkaérdemrend ezüst fokozatát. Géza bácsi feleségével a 60-as évek óta hévízre járt üdülni, nyugdíjba vonulásukkor pedig úgy döntöttek, városunkban szeretnének letelepedni. 1992 óta élnek itt, mint mondták, szeretik Hévíz csendjét és nyugalmát. Vas Géza bácsi egy régi megbecsült polgára Hévíz városának. Vas Géza hévízi író és felesége Kató néni kezdeményezésére a szeretett fáját ültethettük el közösen a Semmelweis utca végében. A 92 éves Géza bácsi ötleteivel időről időre meglepi a város lakosságát, így több maradandó alkotás is köthető a nevéhez. 2 éve például ő adományozta a könyvtárfalát díszítő magyar történelmi képes krónikát is, most pedig a legfontosabb értékre, a szeretetre igyekszik felhívni olvasói, barátai és az itt élők figyelmét ezzel a közös faültetéssel. Olvastam Pál apostolnak a leveleit a korintusiakhoz, és abban ő beszél a hitről, a reményről és a szeretetről, és kiemeli, hogy a 3 erény közül a legnagyobb erény a szeretet. És akkor elkezdtem gondolkozni azon, hogy a szeretetnek mi lehet a szimbóluma. Gondoltam, hogy valami élőlény. Na most az élőlények közül olyanra gondoltam, ami nem mozog, ami egy helyben áll, hát ez mi lehet más, csak egy fa. Aki fát ültet, önmagán kívül másokat is szeret. Ezzel az idézettel köszönte meg Pap Gábor polgármester Géza bácsinak és feleségének a kezdeményezés ötletét, és kiemelte. Géza bácsi és családja eddig is sokat adott már a városnak, így természetes, hogy ötletei támogatást kapnak. 92 évesen még mindig aktív, hozzátesz a városhoz nagyon sokat, itt vannak az olvasói, és hát most az volt az ötlete, hogy ő szeretne egy ilyen fát elültetni, és mi pedig ennek természetesen, amit az önkormányzat tehet ilyenkor, helyet adtunk, támogattuk ezt az egészet, és most vendégként itt vagyunk, és megköszönjük ezt az ötletét, és hát nem is avatjuk fel a fát, de a fa ültetésénél segítkeztünk, és hát azt gondolom, hogy ez fontos mindenki számára, őnek is, aki itt lakik, mindenki számára, hogy egy szép latánfával bővült, gazdagodhatott ez a zöld terület, úgyhogy azt gondolom, hogy az ilyen kezdeményezéseket az önkormányzat én személy szerint is, hiszen Géza bácsi az jó barátság fűz, maximálisan tudom támogatni. A fa a legalázatosabb élőlény, mondta el Géza bácsi. Lombja alatt menedékre lehetünk mi emberek, de a kis állatoknak is védelmet biztosít. Cserébe csupán annyit kér, óvjuk környezetünket. Az író szerint a mai rohanó világunkban erre is fontos felhívni az emberek figyelmét. Ezt üzeni a most elültetett platánfa is, melynek árnyékában generáció pihenhetnek majd meg hosszú évtizedekig. Ez egy olyan pillanat a számomra, amikor tényleg úgy érzem, hogy befejezetnek tekinthetem, amit tettem. Vas Géza hévízi író legújabb Zeniten innen és Zeniten túl című könyvének bemutatóját tartották a Városi Könyvtárban, olvasói és családja körében. 2007 óta ez Géza bácsi 9. megjelent kötete, és ahogy a 93 éves író fogalmazott, ez egyben az utolsó is, ezzel kívánja életművét lezárni. Egyfajta nosztalgia kötetnek nevezi, mely egy vígjátékkal kezdődik, ezen kívül emlékezetes utazásait, életpályája sajtóvízhangjait és szakmai elismeréseit is az olvasó elé tárja. Ebben a kiadványban igazán sok oldalról ismerhetjük meg Géza bácsit, hiszen életműve is sokszínű. Volt ő showműsorok szervezője, vezető reklámszakember, nyugdíjas éveiben pedig társadalmi szerepvállalásai mellett az írás töltötte ki ideje nagy részét. A regények az egy tömör gyönyör, nem tudok más mondani, az egy tömör gyönyör, élvezettel írtam arról a korról, amelyet nagyon jól ismertem. És rendkívül sok érdekesség a mai kor számára, ami a regényeimben előfordul. És arra vagyok igazán büszke, hogy ezek a regények tele vannak kulturális ismeretterjesztéssel, főleg művészet, képzőművészet terjesztéssel. Bejártam a világot. Mindent lehet, amit meg lehetett nézni, megnéztem, megjegyeztem, visszaadom. A férj mondja, maga drágám, túlépett a zsenitem.
De hát hogy én túlélem az egyet? Kálmán maga tegnap volt 50 éves, akkor maga már egy nappal túl van az egyet. Ja, hát az egészen más ráduk férfiaknál. Géza bácsi legújabb könyve a Zeniten innen és Zeniten túl című vígjátékkal kezdődik. Ez az írás az 1920-as, 30-as évekbe repít vissza minket. Azért is érdekes, mert a mai rohanó világunkban borzasztóan sok inger ér bennünket, és ebben a kis szösszenetben egy olyan kedves történetet és egy olyan jópofa cselekményt ismerhetünk meg, ami egy kicsit lelassít bennünket, és egy picit enged gondolkodni, egy kicsit hagyja, hogy az érzéseink irányítsanak bennünket, és ettől lesz ez a történet borzasztóan bájos. Egyébként szerintem egy nagyon színpadra kívánkozó dolog, úgyhogy remélem, hogy megtalálja majd azt az embert, aki ebben fantáziát lát ilyen tekintetben is. Vas Géza bácsi a könyvbemutatón és a kötetben is köszönetet mondott azoknak az embereknek, akik társadalmi szerepvállalásában mellé álltak és segítették egy-egy ötlete megvalósulását. Gondolhatunk itt a magyar történelmi képes krónika elkészítésére, vagy a szeretet fájának elültetésére is. De ez csak néhány példa azok közül, mely alkotásokkal Hévízen örökre nyomot hagy az ő sokrétű tevékenysége. Géza bácsinak és feleségének, Kati néninek pedig a könyv bemutatásán túl is különleges volt ez az alkalom. 70. házassági évfordulójukat ünnepelték. Has, alkos, gyarapíts a hazaféreden. A városnak adományozta a Vas Géza hévízi író a magyar történelmi képes krónikát, melyet ő álmodott meg és hozott létre Budai Mihály festőművésszel karöltve, és amely már több mint 5 éve díszíti a városi könyvtár falát. A nagylelkű felajánlást Pap Gábor polgármester és Szabados Rudolf könyvtárvezető vette át ünnepélyes keretek között. A polgármester kiemelte, nem csak a képes krónika adományozásáért jár köszönet Géza bácsinak, hiszen társadalmi szerepvállalásai hosszú évek óta példaként állnak mindannyiunk előtt. Mindig számos ötlete van, számos kezdeményezése van, amit mi nagyon szeretettel veszünk, ismerik nem csak Hévízen, a környéken, az országban, mondhatom azt, és az, hogy ahogy mondtam, ennyi idős korára még mindig aktívan részt vesz a város életében, ha más nem, akkor csak találkozunk néha, tanácsokkal lát el bennünket, úgyhogy sorolhatnám, és ez egy példa mindenki számára, és példa lehet mindenki számára, hogy lehet időskorban is, sőt azt gondolom, hogy kell is ilyen aktivitással lehetősége szerint mindenkinek élni a mindennapjait. Vas Géza bácsi elmondta, nagyon örül, hogy ötletei mindig meghallgatásra és támogatásra kerülnek Hévízen. Feleségével, Kató nénivel és családjával a szívükre hallgatva döntöttek úgy a nyár folyamán, hogy ezt az alkotást a városnak szeretnék adományozni. A krónika létrehozásában és a mostani adományozás során pedig, mint élete során sok mindenben, a hazaszeretet és a történelmünk iránt érzett tisztelet vezérelte. 5,5 év alatt meggyőződtem arról, hogy egy csodálatos környezetben, egy csodálatos könyvtárvezetővel működik, jól működik, betölti a funkcióját ez a mű, amit én annak idején megálmodtam, és amit aztán a Budai Mihály barátommal megvalósítottunk, és a korom előrehaladottságánál fogva gondoskodnom kell ennek a jövőjéről. És arra gondoltunk mindannyian, hogy ez a jövő egyértelműen a város. Szabados Rudolf könyvtárvezető a Művelődési Központ nevében elmondta, sokan térnek be megtekinteni a képes krónikát, mely évek óta fontos színfoltját képezi a könyvtárnak. Elég nagy a érdeklődés, nagyon tetszik a látogatóknak, mondhatom, hogy napi szinten nézik meg, illetve adódott, hogy iskolát, tehát teljes osztályok jöttek el a pedagógusokkal, és nézték meg, tartott belőle előadást a tanárnő, hiszen Magyarország majdnem 1000 éves történelméből emel ki nagy alakokat ez a sorozat. Géza bácsi kiemelte, reméli, hogy még hosszú évtizedeken át kulturális felüdülést jelent majd a képes krónika megtekintése a következő generációk számára is. Az átadást az adományozó okirat aláírásával tették hivatalossá. 70 éve élünk együtt.
Kató nénit 95. születésnapja alkalmából látogatta meg Pap Gábor polgármester, és köszöntötte a jeles napon. A polgármester úr egy virágcsokor kíséretében adta át a szépkorúaknak járó emléklapot. Kató néni elárulta, hogy már fiatal korukban is nagyon szerettek férjével, Vas Géza íróval Hévízre járni, ezért is költöztek a városba évtizedekkel ezelőtt. Életében kiemelkedő szerepe van a vallásnak, rendszeresen imádkozik, emellett a könyvek nyújtanak számára nagy örömet. A önkormányzat gondoskodott a karantén ideje alatt, hogy könyveket hoztak nekem, mert nagyon szeretek olvasni. Most a Móra Ferenc sorozat van itt nálam, azelőtt meg a Fekete Istvánt olvastam, szóval ez nagyon jól megoldották a könyvtár, hogy hazahozták a könyvet. Kató néni számára az olvasás mellett a hímzés, leginkább a goblen készítés kedves elfoglaltság még, alkotásai szerte díszítik otthonukat. Mint a város szerelmese, férjével közösen a közéletben is aktív szerepet vállal, rendszeresen gyarapítják Hévíz szellemi kincseinek sokaságát munkásságukkal. Ezen a területen, ahol ők otthon vannak, mondhatom azt is, nagy tudással rendelkeznek, folyamatosan adnak, és folyamatosan adnak a városnak, és azt sugallják, hogy ez a közösség, az a városi közösség nem csak kis családokból áll adott esetben, hanem egy nagy közösség, ahogy a szeretetfája is mutatta, vagy a könyvei Géza bácsinak, amire nagyon sokan jönnek el. Háláját kifejezve Kató néni is készült az alkalomra pár kedves szóval a polgármesternek. Kiemelte jó közérzetét, amelyet a város és a lakóépületet körülvevő kis erdő biztosít számára. Kató néni boldog, elégedett életet él férjével szeretetben, akiről elárulta, hogy jó humora mellett kiváló szakács is, és a jeles alkalmon ünnepi pisztrángebéddel készült. Jár-e veszéllyel a beoltás? Az oltás ma nagyon modern technológián alapszik. Az oltásnak reakciója van, az azt jelenti, hogy a szervezet immunrendszerét beindítja, ennek következtében érezhetünk bőrpírt, hidegrázást a beadását követően, azonban jelentős szövődményeket extrém ritkán találunk, azok is gyógyítható szövődmények. Ezzel szemben sajnos a COVID-19 fertőzésnek súlyos következményei vannak. Lélegeztetőgép, halál, sok szervi elégtelenség, adott esetben COVID-fertőzés után hosszantartó betegség, amely nem összehasonlítható bármely vakcinának az esetleges minimális úgynevezett oltási reakciójával. Az oltás a legerősebb eszköz a koronavírus ellen. Regisztráljon ön is! vakcinainfo.gov.hu készült Magyarország kormánya megbízásából.